korszerű, a gyermekek fejlődési igényeinek megfelelő bölcsöde épült Tokajban. Az intézmény 2 hete kezdte meg a működését, akkor még 2 gyermekkel. A létszám 10 naponta bővül. Folyamatosan töltik fel a rendelkezésre álló helyeket. Az intézmény hiánypótló volt a településen, mondta Posta György polgármester. Karácsony után 2 ünnep között kaptuk meg a bölcsödének a működési engedélyt, ami alapfeltétele volt annak, hogy január 4-ével elinduljon a bölcsöde. Ugye 12 fővel indul, ennek a szabályai szerint induláskor még csak 2 gyerek lehetett, és 10 naponta jöhet még 1 gyerek a szabályoknak megfelelően, most jelen pillanatban már 3 gyerek van, és 10 nap múlva már 4-en lesznek, és így folyamatosan fogják elérni a 12 főt, és bízunk benne, hogy szeptembertől már esetleg, mert 12 plusz 12 férőhelyes a bölcsőde, még több gyermek fog jelentkezni, és esetleg mind a 2 csoport föl fog majd töltődni gyerekekkel. Jelen pillanatban 12 főre adtuk be, az engedély is arra is szól az engedélyünk, de ez bármikor módosítható és bővíthető. A településen nagy volt az igény egy bölcsödére, hiszen sok kisgyermekes család lakik Tokajban. Ugye a városban még eddig nem volt, vagyis nagyon régen volt egy bölcsöd, ami megszűnt és beolvadt az óvodába, de önálló bölcsödénk nem volt, és azt gondoltuk, amikor egyre több igény jött a szülők részéről, hogy az anyukák nagy része visszamenne dolgozni, hogy szükség van egy bölcsödére, és amikor lehetőségünk adódott, akkor pályáztunk, és hál' Istennek sikeresen és sikerült a pályázatot megnyernünk, és így ezt a teljesen új épületet megépíteni. Az egész berendezéssel együtt, mindennel együtt, ugye most már a gyerekek és az ide jövők is csemetéknek a javát fogja szolgálni. A vissza nem térítendő támogatásnak segítség volt az önkormányzatnak. Az épület felépítésén kívül a belső berendezést is finanszírozni tudták. Ugye ez az operatív program keretében nyertünk 100%-os uniós támogatással, 187 millió forint volt az összberuházás, ebben benne van a teljes épületnek a elkészítése, a berendezések és a projektköltségek. Tehát én úgy gondolom, hogy tényleg minden igényt próbáltunk kielégíteni. Ugye egy melegítő konyha van még benne, ami kiszolgálja a gyerekeket, tehát nagyon korszerű, és minden igényt kielégít, és bízunk benne, hogy szeptembertől már nagyobb létszámhoz is tud majd fogadni a bölcsöde. Az önkormányzat célja az intézménnyel, hogy segíteni tudja a kisgyermekes családokat, hogy az édesanyák visszatudjanak térni a munkavilágába.